Gyászszünettel kezdődött a találkozó, a Tiszaligeti stadion a nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt Tóth József előtt tisztelgett egy perc néma csenddel. Ahogy mindenki ismerte, Rossi, a MÁV FC korábbi labdarúgója, szurkolója és munkatársa is volt. A csapat pedig mindent megtett azért, hogy fentről is azt lássa, mindent megtesznek a győzelemért. A kékfehérek remekül kezdték a meccset, hiszen már a harmadik percben gólt ünnepelhettek. Kotula baloldali beadását Tamás László csúsztatta a kapuba, megszerezve a vezetést a házigazdának. A kapott gól után felpörgött a siófok, némileg többet birtokolta a labdát, de komoly helyzetig nem jutott. A MÁV viszont igen, a 29. percben megduplázhatta volna előnyét, de Kónya fejese elkerülte a kaput. Egy perccel később viszont, ahelyett, hogy 2-0 lett volna, 1-1 lett. Egy rossz passzra csapott le Kis Balázs, aki futtából kíméletlenül kilőtte az alsó sarkot, ezzel a találattal egalizáltak a balatonpartiak. A gól után nem sokkal Elek előtt adódott lehetőség, de nem élt vele. A 38. percben pedig Szekszárdi járt közel a gólhoz, de pár centi hibázott. Az első félidő végén még Erdélyi előtt adódott lehetőség, de ő fölé lőtt, így a csapatok 1-1-es állással vonultak a félidei szünetre. A második játékrész siófoki helyzettel indult, Balogh hatalmas helyzetbe került, de nem találta el a kaput. Utána főképp mezőnyjátékot láthattak a szurkolók, nem alakult ki lehetőség egyik fél előtt sem. A jeget a Szolnok törte meg, Szabó szerezhetett volna gólt a 66. percben, de Huth Wagner védett. 6 perccel később ugyancsak Szabó előtt adódott lehetőség, de a fejese a kapu mellé szállt. A 76. percben újabb hazai helyzet, a labda végül a felső lécről hagyta el a játékteret. Nagyon érett a hazai gól, a 80. percben pedig meg is született. A csereként beálló Tisza Kálmán a 16-oson belül gyakorlatilag zicserbe került, ő pedig nem hibázott, a kapuba bombázott. 2-1. A 87. percben pedig végképp eldőlt a mérkőzés, Kotula baloldali beadására Novák Csanád érkezett, a szolnoki támadó pedig védhetetlenül fejelt a siófoki kapuba, beállítva a 3-1-es végeredményt. Hát igazából nehéz mit mondani, mert amire készültünk egész héten, abból kaptuk a gólokat, amiért szenvedtünk vereséget, bár el kell mondjam, az első fél időben, hogy periódusaiban voltak jó lehetőségeink, sajnos a végpasszok azok nem sikerültek. Talán akkor úgy éreztem, hogy lett volna lehetőségünk fordítani az eredményen a javunkra. Azt kell, hogy mondjam, az őszi szezon egyik legjobb játékát nyújtottuk. Az első fél időben jól kezdtük a mérkőzést, az első fél idő vége felén a semmiből, úgy éreztem, hogy a semmiből kaptunk egy gólt, amit nagyon szépen berúgott az ellenfél játékos, ott ez egy picit megfogta a csapatot. Szünetben gondoltam, hogy cserélek, de úgy döntöttem, hogy nem. És azt gondolom, hogy bejött. A második fél időben én úgy érzem, hogy föléjük nőttünk a siófoknak. Már a gól előtt is kapufát rúgtunk, helyzeteink voltak, tehát én azt hiszem, hogy bebizonyítottuk azoknak az embereknek is egy csattanós válasz volt, aki mindenki mindig azt mondja, hogy a Szolnok csak védekezik és csak védekezni tud. Én azt hiszem, hogy a második fél időben teljesen megérdemelten magunk javára tudtuk és jó játékkal fordítani a mérkőzést. Ezzel a győzelemmel a Szolnok megszerezte 10. pontját, a Siófok viszont maradt 4 pontos. A MÁV 3 csapattal, a DVSC-vel, a Nyíregyházával és a Doroggal holt versenyben áll, de a gólkülönbsége miatt az 5. helyen.